Tehát házas eseménynek adott helyet a kamaraterem szombat délután, ekkor rendezte meg ugyanis a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár a Kalocsai Szó és Kép újabb kötetének a könyvbemutató ünnepségét. A programon Csikos Marianna, a könyvtár vezetőjének üdvözlő szavai után dr. Filvi Géza polgármester mondta el gondolatait a könyv kapcsán, és köszönte meg a szerkesztőknek és a könyvben szereplő alkotóknak a munkáját. Ezt követően Németh Sándor szerkesztő szólt pár szót a könyvről, mint megtudtuk, tavasszal kezdtek el foglalkozni az új kötettel. Jónak ígérkezett az időbeosztás, de a nyáron nagyon meglassultak a dolgok, és utána újra föl kellett gyorsítani, tehát egy jó fél éves folyamatos munka van mögötte. A Kalocsai Szó és Kép első száma 2012-ben jelent meg, hasonló kiadvánnyal nem sok város büszkélkedhet. Hogy az antológia megérhette a hatodik kiadást, abban jelentős szerepe van Balogh Csaba Zoltánnak, Kis Istvánnak, Gróf Józsefnek, Németh Sándornak és a könyv számítógépes szerkesztőjének, Hirsch Zsoltnak. Az alapvető szempontok a régiek, Kalocsa környéki, ma élő szerző legyen, és a téma az teljesen kötetlen. Eleve úgy hirdettük, hogy sokat lehet küldeni, azt hiszem, 15 oldalba szaktuk meg a beküldhető írásmennyiséget, és akkor azokból válogattunk, amit úgy gondoltunk, hogy az érdekes, jó színvonalú, az belekerült témától függetlenül, műfajtól függetlenül. Tehát ez egy nagyon kötetlen jellegű kötet most is. A gyűjteményben majd 60 alkotó mutatkozhatott be. A régiek mellett új személyek is feltűntek. A irodalomból is, és a kézművészet terén is vannak új arcok. És ez valami nagyon-nagyon meglepő, hogy 8 éve megy már ez a sorozat, és még mindig van aki, de hát persze az életkor is befolyás, ők most értek abba a termékeny korba, hogy most mernek jelentkezni, és a régiek, meg hát a törzstagok szintén jönnek folyamatosan. A köszöntők után egy rövid összeállítás keretében a közönség bepillantást nyert az antológiába. Ha csak magam köré nézek, a környezetemre, hogy ki az, aki olvas, hát itt senki se, a kollégák meg a haverok közül egyáltalán nem tudok olyat, még az asszony se olvas, inkább aerobikozik. Leszoktak már erről az emberek, itt van sok más helyette, fejlődött a világ. A kötet már kapható a főutcai könyvesboltban, karácsonyi ajándéknak kiváló ötlet.